bár a veszélyhelyzetnek vége lett, de a kormány a háborúra való tekintettel újból rendkívüli jogrendet vezetett be, bár ezt a Mi Hazánk mozgalom egyszer sem támogatta, és a jövőben sem fogja. De a kormánynak azt is ideje lenne belátni, hogy a háborús helyzet az elkövetkezendő pár hónapban nem a szomszédban dúló háborúk miatt lesz itt Magyarországon, hanem sokkal inkább azért, mert több ezer, akár 10 000 család is válhat hajléktalanná, mivel a kilakoltatási moratórium június 1-jével megszűnik, és ennek következtében rengeteg család lakhatása válik kilátástalanná, és családok mehetnek újból tönkre. A HIÉN, a követeléskezelők is be fognak indulni az elkövetkezendő időszakban, hogyha a kormány nem lép semmit érdemben, mivel a jelenlegi jogszabályok értelmében a utóbbi időben különféle végrehajtási eljárási cselekmények, mint például az új lakóingatlanra kitűzhető elverési hirdetmények, vagy becsérték kérést sem intézhették a végrehajtók, nem foganatosíthatták ezeket az eljárási cselekményeket. Ezért a követeléskezelők, amint ehhez lehetőségük lesz, biztos, hogy fogják kérni a végrehajtókat, és ennek következtében rengeteg új ügy fog felszínre derülni, és rengeteg új adós és kilakoltatás várható, még ezekből az ügyekből kifolyólag is. Azonnali végrehajtási stoppot követel a Mi Hazánk mozgalom, ahelyett, hogy a rogáni titkosítást építené a kormány. Ugye köztudott, hogy a Rogán kabinet főnöke is érintett volt a Mi Hazánk mozgalom által megbuktatott végrehajtó maffia botrányban, és biztos nem lehet véletlen az sem, hogy Rogán Antalt nevezték ki a titkosszolgálatok felügyeletére, mivel ugye köztudott az is, hogy a Rogán Antal kabinet főnöke érintett lehetett, a neve felmerült a Mi Hazánk mozgalom által megbuktatott végrehajtó maffia botrányban, és ez nem lehet elmenni e felett, mivel ez alkalmat ad arra, hogy az elkövetkezendő időszakban az ilyen malőröket kivédjék mielőbb, még nyilvánosságra kerülhetnének hasonló információk, illetve ügyek is. A Mi Hazánk mozgalom az utóbbi választáson felhatalmazást kapott a Magyar Nemzettől, és ezt a felhatalmazást nem másra kapta, mint hogy megakadályozzuk azt, hogy a magyar embereket vég nélkül ki tudják fosztani, így a kilakoltatási moratóriumot is mindenféleképpen követeljük, hogy a kormány hosszabbítsa meg azokra a végrehajtási eljárási cselekményekre vonatkozólag, amelyek mögött banki hitelszerződések vannak, kifejezetten a devizahitel csalásra vonatkozó szerződéseket értünk ez alatt, illetve a végrehajtási eljárási cselekmények bizonyos részét is még felfüggeszteni kellene a kormánynak mielőbb. Annak érdekében, hogy a kormány érvényt szerezzen a követelésünknek, a Mi Hazánk mozgalom ezért parlamenti határozati javaslatot nyújt be az országgyűlés irányába, hogy a kilakoltatási moratóriumot meghosszabbítsa a kormány, illetve bizonyos végrehajtási eljárási cselekményeket felfüggesszen az elkövetkezendő időszakban. Abban az esetben, hogyha a kormány úgy ítéli meg, hogy ez a törekvésünk és követelésünk nem ad jogot, illetve nem hosszabbítja meg a kilakoltatási moratóriumot, akkor a Mi Hazánk mozgalom vállalja azt, hogy a moratórium végeztével a kilakoltatásokra elmegy, és a jogtalan kilakoltatásokon pedig részt fog venni, és segíteni fog a bajba jutott adósokon az elkövetkezendő időszakban is.